Nem rendelt elég vakcinát a harmadik oltások beadásához a német kormány, vallotta be egy interjúban az ország új egészségügyi minisztere. Karl Lauterbach hozzátette, azon dolgozik, hogy minél több vakcinát beszerezzenek, és folytassák az oltási kampányt. Mindeközben az országban szerdán több mint 6,5 millió fertőzöttet tartottak nyilván, és múlt héten haltak meg a legtöbben COVID miatt február óta. Eddig csak nem 107 ezeren vesztették életüket a betegségben Németországban. Az új egészségügyi miniszter és kollégái arról döntöttek, hogy oltottaknak nem kell majd negatív tesztet felmutatniuk, hogy beléphessenek egy étterembe vagy kulturális eseményre, csak akkor, ha kórházba vagy idős otthonba látogatnak. Habár kedden már elkezdték az 5-11 éves korosztály oltását is, a Német Gyermekorvosok Szövetsége azt ajánlja, hogy várják meg az ilyenkorú gyerekek beoltásával az új vakcinát, amelyet az Omikron variánsra fejlesztenek. A 12 évnél idősebb gyerekek és kamaszok esetében azonban mielőbbi immunizálást javasoltak a szakértők.